Olyan helyzetbe került a templom, hogy veszélyeztető a kazetták, akkor elszállították a kazettákat. Ez amikor 70-es évek vége volt, egy jegyzőt meg is őrzi, Jancsi Józsi bácsi írt talán nekem, előfotoltátok és őrzem a dolgozom falán azt a jegyzőkönyvet. Akkor derült ki, amikor bontották a férfi karzatot, hogy a mostani kazetta, amely fölött lefelé buktatva ott volt egy tehát másodlagos kazettállomány. Ezek a kazetták voltak a férfi karzat alatt, és az egyik szerint a másik. Ami még itt nagyon érdekes és eredeti fölhívnám a figyelmet, azok ezek az ormotlannak tűnő oldal falak, deszkák. Ezeket az elődeink bármilyen furcsa a kezdeteges eszközökkel 1794-re. Ezek 1794-re születtek. Csak nagyon szép van is. Konzervált padok azok újabb. Csak ez maradt meg az eredeti. Tehát a karzatok, a kazetták és a babák. Pajzs József büszke arra, hogy Szigetvár önkormányzata mindent elkövet annak érdekében, hogy a vállalkozások talpon maradhassanak. Mint mondja, ő maga is mindent a helyben működő cégektől szerez be. Körülnézünk, mert szeretne valami érdekességet szekciót is vásárolni. Szekciót is a szöllőmbe. Hoztam egy olyan rendelnék, palackfát, körtefát, de ezt innen szoktam vásárolni. Meg csemegesző. Jó vevőt, azt mondtam. Ja, jó vevő, az jó. Na nézzünk körül itt bent. Ebből a fából ültettünk máma. Abból igen. Ennek mi a neve? Hát milyen? Ez a fa olyan 10 éves lehet. Ez? Aha. Föl kell nevelni a törzsét, utána be kell oltani. És milyennek a fának a? Szivarfa. Ugye, hogy ezt mondtam, hogy szivarfa? Igen, magyarul katalpa, ja. Vagy hogyan? Szóval. Fordítva. Szivarfa. A késő délutáni órákban a pajzs birtok szőlőtőkéi között mesél tovább fáradhatatlanul a polgármester. Ő a Kosztisnak az alkotása. Aha. És mi a címe? Életfaként apostrofált a családom. Ja, igen. A családom, és a végül a elkezdődik a szülők, a gyerekek, a gyerekeim. És a halál, egy arc nélküli. Értem. A születéstől a halál mozdulatáig. Nagyon jó. Kíséri végig. Ott nagyon sok helyen legyen arc. Oda még sétáljunk, te gyere. Keményfi szobor, Kovács Tamás. Turulmadár. Igen. Hát. Ha a feleséged akkor tudta volna, hogy te emiatt, a beosztás miatt, hogyha hívhatjuk így, cukorbeteggé válsz, stresszelsz, rámegy az egészséged, nem mint a beteges ember lennél, hiszen ez nem betegség, hanem egy életforma. Megint azt mondta volna, hogy melléd áll, tehát kvázi megérte-e, hogy ő nem szoktatok erről beszélni, hogy látod Józsi, hogyha ott maradsz a bankárszakmában, most lehet, hogy kutya bajod nincsen. De fölmerül, és hát nehezen, és nem is gondolom, nagyon kéne beszélni arról, hogy egy strapás munkakör, irigyelt ember vagyok, akit szeretnek, akit támadnak, gyűlölnek, olyan ember, akiket nem ismerek, okkal, ok nélkül. Bizony az utóbbi időben fölmerült a felnőtt gyerekém részéről, és főleg a lányom viseli nagyon nehezen azokat a támadásokat, amelyeket át kell élnem. Minden polgármester támadnak ám, nem csak téged. Minden polgármester támadnak, tiszta vagyok vele. De egy utólag azt mondom nagyon röviden a kérdésre, hogy a fiam ebbe azt hiszem a pártomat fogja, a lányom és a feleségem egyértelműen szeretne lebeszélni a további politizálásról.
de azt is hozzáteszem, hogy túl vagyunk ezen a beszélgetésen, nem mintha nem erőltetnék majd a jövőt illetően, hiszen jön a országosi választás, a helyi választás. Valóban is nem akarok nagy szavakat használni, én nagyon keményen dolgoztam mindig, nagyon keményen dolgozom. Imádom a munkámat, imádtam a munkaköreimet, munkáimet máshol is, és talán eredménye is volt a korábbi időszak munkásságának is. Úgy érezném, hogy én akkor leszek egy légüres térbe, akkor kerülök, ha engem megfosztalának ettől a munkától. Úgyhogy így a beszélgetés vége felé a következő kérdésem lenne. Megyünk Zrínyi 1566 című rock musical bemutatójára, ahol természetesen, mint a vár mostani kapitánya, néhány keresetlen szót fogsz mondani ott a nagyon-nagyon sok embernek. Egy nagyon rövid választ kérek, mert már a vége felé járunk. Szerinted melyik Pajzs Józsefet szeretik jobban? Aki itt ül és borozgat velem, mondjuk a magánember, vagy az, aki ott fönt köszönti ezt a sok ezer embert? Erre nem tudom azt mondani, hogy vagy ezt, vagy azt. Én azt gondolom, hogy... Nem lehet szétválasztani neked? Hogy nem lehet szétválasztani, és még ennél is bonyolultabb a kapcsolatrendszer az embernek, és bonyolultabb teszi a választ, hogy kik fogadnak el, kik támogatnak, kik nem támogatnak. Én erre azt tudom mondani, hogy akkor érzem jól magam, a bőrömben akkor érzem jól magam, amikor... Ott tiszteletnek meg. Amikor segítséget tudok nyújtani, és a város ügyeit előre tudom vinni, a város fejlesztéseit tudom menedzselni. Én ezt kedvelem, és azt hiszem, hogy ezért is fogad el a többség Szigetváron most is, és remélem 2010-ben is. Nagyon jó volt veled beszélgetni, köszönöm, hogy elviseltél, remélem nem voltunk túl sok neked ezen a napon, és akkor találkozunk a Zrínyi Rock Musicalen, ami most már remélem, hogy ahogy lejössz a színpadról, neked is pihenés. Medve sír a gerejedre.